Mi dà luogo, Ibrahim. Start elindult az 1400 méteres Lord Derby emlékverseny handicap, és jól sikerült az indítás Futurist Fashionnek. Futurist Fashion az élen, mögötte Velena színeit látom, majd Maxem, ők hárman diktálják a tempót, amikor túl vagyunk az első 200 méteren. A mezőny végén pillanatnyilag Brilliance nem kezdett át túlságosan jól, de Zanetta is folyamatosan csúszik vissza, és úgy látom, hogy Oscar sem kezdett igazán jól, amikor 1000 méterre van még hátra a versenyből. Ezerrel a vége előtt változás az élen, Suttogópa és Gábor most már egyedül maradt az élen, Suttogó vezet, kívül pedig jön a tréningtárs Bistri. Bistri már a középmezőnyben halad, miközben a második pozícióban Futurist Fashion, kívül pedig Zita királyné szépen megkezdi a zárkózást, már ott van a harmadik pozícióban, az ő hátrán pedig Matrix, belül pedig benne a falon Velena színeit látom a negyedik helyen. Jönnek a lovak most már a kanyarban, még mintegy jó 500 méter van hátra a versenyből, Suttogó továbbra is vezet, Suttogó az élen, Suttogót négyen fogják megtámadni, Zita királyné győzelem után is remekül mozog, jól tartja magát Futurist Fashion, egészen kívül pedig megindulni látszik Matrix. Jönnek a lovak a befutóra, 400 méter van hátra a versenyből, átvette Futurist Fashion a vezetés, Futurist Fashion vezet, jön azonban kívül Matrix, középen pedig jól tartja magát továbbra is Zita királyné, Futurist Fashion, kívül Matrix, a lovak a távolszlopnál járnak, Futurist Fashion Nagy Tamással megnyerheti a versenyt, az utolsó 100 méteren pedig be is fogja ezt bizonyítani, hogy ő ma a leggyorsabb ebben a távon, Lord Derby emlékverseny handicapben. Győz Futurist Fashion, Matrix mögötte lesz a második, és a harmadik helyre pedig megérkezik Zanetta Homoki Balázzsal. Hát Futurist Fashion ugyanazt meg eljátsza Nagy Tamás, szinte, mint Purpur Princesse, kisúly, és hát időben lovagolta érre tulajdonképpen. Matrix nyerés után hát majdnem hasonlóan járt, mint Niké a versenynap elején. Nagyon-nagyon jól mozog, ő lesz majd a második, és hát Zanettát itt ajánlottam merészen, mondván, hogy azért jól áll, és talán hiba lenne hanyagolni. Hát könnyen elképzelhető, hogy aposztaléka lesz, mert itt a favoritok azért meglehetősen komoly csődöt mondtak. Sem Pink, sem Velana nincs ott a főszereplők között. Ugye Oscart játszogatták, Suttogót játszották még. Hát szinte kivétel nélkül betisztek az esélyesek. Velánának meg Suttogónak voltak jó pillanatai. 11-es, 10-es, 8-as. Ismétlem, 11-es, 10-es, 8-as. 11-7, 11-3, ez a kettő van a táblán, de hát Matrix előre se hátra, az Zanetta szintén teljes mértékben hanyagolva. Tehát a nyerő sem egy papír győztes tulajdonképpen, de hát a két helyezett az még erre rátesz. Úgyhogy a nap végén egy nagyon komoly osztalék jöhet majd. 11, 10 és 8. Negyedik Zita királyné, ötödik helyre végül feljön Bistri. Így van, nem hivatalos befutási sorrend a nap 8. magyar futamában. Futurist Fashion, Matrix Zanetta, Nagy Tamás, Bühör Alexandra, Homoki Norbert, lovasok nyervére lefordítva 11-10-8. Hát az első 20-ban nincsen játék, az minimum 177,4-szeres a hármas befutón a szorzó. Úgyhogy fogadási szempontból ez egy jó kis verseny, egy igazi tücsök bogár futam így a végén. És hát a Szlovákiából hazakerült lovak, bábolnai lovakat érdemes figyelni, hiszen Futurist Fashion is ilyen, Topolcsánykiban és Pozsonyban is fut.